Gáspár Tibor a Szentesi Gimnáziumból jutott be a Színház és Filmművészeti Egyetemre, Kerényi Imre és Huszti Péter osztályába. A pályát Miskolcon kezdte, majd játszott Egerben, Békés Csabán, Budapesten. A Móri Zsigmond Színházba 2003-ban szerződött. Szeretettel emlékszik vissza a nyíregyházi társulatban eltöltött esztendőkre. 9 éven keresztül játszott az itteni deszkákon, és nagyon hálás a városnak, a kollégáinak, a közönségnek. Itt töltött 9 éven minden évadában volt egy, de legalább 2, amit nagyon szerettem. Hát a legelsőt azért mondom, mert ugye már az említett üvegcipő, Molnár Ferenc üvegcipő, Sipos úr, ahol megismerkedtem a társulattal és a közönséggel, és úgy éreztem, hogy nagy sikere volt, és megszerettek, amiből aztán jött a többi. Hát aztán itt a Lér király Gloucestertől kezdve, Biderman gyújtogató, akkor a Csárdás királynő Feri bácsi, szóval most hirtelen nem is jut eszembe több. De már ez is, ezek mind olyan, számomra olyan emlékezetes előadások, remélem a néző számára is, ami egy életre meghatározó. Nem csak színpadon, filmekben is gyakran láthatják a nézők. Janis Attila Másnap című filmjének főszerepében 2 díjat is kapott, de játszott a nagy sikerű Kincsem című filmben is. Szombaton kezdi vetíteni a Duna Televízió a Béres József életéről szóló Csebben az élet című 4 részes filmsorozatot, amelyben Gáspár Tibor a főszerepet alakítja. Óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy megkapta ezt a szerepet. A 20. század utolsó harmadánál talán legnagyobb magyarját, mint egy Széchenyi. Egy akkora emberrel ajándékoztak meg, hogy megközelítsem őt, és valamit ebből tudjak mutatni. Nagyon ismerős volt nekem Béres József, vidéki ember, mint én, földszagú ember, mint én. Természetesen a tudományos részét azt nem annyira tudom, csak nagy vonalakban. De az ő emberi sorsát, az ő hányatatott életét, meghurcolás, az ő kitartását, álhatatosságát, ezek mind ismerősek nekem. És nagyon remélem, hogy szeretni fogják az én Béres Józsefemet is. Gáspár Tibor azt is elárulta az érdeklődőknek, hogy szerinte addig érdemes a színészi pályán dolgozni, amíg megvan az emberben a pályához szükséges becsvágy. A művész már a következő évadot tervezi a Miskolci Nemzeti Színházban. Pihenni azonban addig sem lesz sok ideje, több filmes felkérése is van. Többek között egy 15 részes televíziós sorozatban játszik majd, és a forgatás már áprilisban elkezdődik.